Most pedig élőben kapcsolunk a Kopaszigátra, ahol Ördög Nóri és Kucsere Gábor beszélget Kulcsár Győzővel, a magyar csapat első riói aranyérmét szerző Szász Emese edzőjével. Jó reggelt kívánunk, köszöntünk mindenkit nagy szeretettel innen a Kopaszigátról, és így igaz, Kulcsár Győző már itt ül velünk szemben, köszöntjük, és gratulálunk szívből. Azt hiszem, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy mi így első kézből megtehetünk, bár sokan ugye ott voltak a reptéren tegnap, igen, amikor megérkezett. Gábor. Hát én ezt is kezdjük, hogy van? Köszönöm szépen, most nálam olyan éjjel kettő van, úgyhogy kicsit álmos vagy, de különben egy jó kávéval van. Tudunk esetleg ezen segíteni. Igen, köszönöm szépen. Egy időben az történt, hogy napi 5-6-7-8 kávét megittem. Az sok. És akkor a gyomrom azt mondta, hogy jó, most ebből elég. És aztán attól nem kérek. És akkor kávé nélkül is működik az működik élet. A dolog kávé nélkül. Ami nem működik, az, hogyha este nem tudok egy jó pohár magyar bort meginni, az nagy baj. Az kell, az fontos a jó alváshoz. Volt egy jó pohár magyar bor, mert magyar nem biztos, volt, hogy nem, mondjuk, magyar, egy jó pohár magyar bor. Sok, nem kellett túlzálni, de volt a Magyar Olimpiai Bizottság irodájában, volt egy jó pohár magyar. Nem mondom meg, hogy milyen, mert akkor leütik a fejemet. Volt már ideje vagy lehetősége azóta, hogy végig gondolni újra és újra a történéseket, hogy tényleg mi az, ami miatt ilyen jól sikerült ez a nap? Benne volt nyilván, hogy Emese bajnok lesz. Igazság az, hogy nem is nagyon kellett gondolkodni, mert a verseny utáni éjszaka ugye nem aludtam, hanem egész éjjel én vívtam a Szász Emese helyett a saját ágyamba, az összes asszonyát elvívtam. De úgy nagyjából az történt, amit elterveztünk. És ebbe az eltervezésbe az Emesének oroszlán része volt, mert ő valamolyan elszántsággal és olyan hittel és olyan töretlen lendülettel készült erre az olimpiára, ami egy nekem a kísérem 16 éve egy új Szász mutatkozott be, és amikor én egy kicsikét már azt mondtam, hogy na most már akkor gyerünk, mester, csináljuk, én most azért vagyok, azért dolgozok, azért kelek, azért megyek Houstonba a világ végére, mert nekem Rióba azon a napon egymás után 5 asszót meg kell nyernem. Semmi más, csak 5 asszót. A többi már ennek a hozadéka. Így lesz olimpiai bajnok. Igen, arról szerintem érdemes beszélnünk, hogy ez a felkészülés ez nem volt egyszerű, tehát külföldön kellett megfelelő edzőpartnereket keresni, illetve Magyarországon is a férfiak segítettek. Ez egy elég rumlis dolog volt, ugye, mert sajnos most a női párbajtőri vívásunk nincs nagyon a csúcson, úgyhogy nagyon nehéz edzőpart. De azért nincsenek versenyzők? De vannak, csak sajnos nem olyan szinten. Igen, mert ez valahol egy kicsikét természetes is, hogy egy nagy generáció, nagy tímejájék, ennek a minca üdik, hogy kimennek, akkor ott egy kis luk keletkezik mögöttük, de ez most már egy túl nagy luk. Hát az Emesének nem volt itthon kivel vívnia. A nagyfiúk, hát egy Bocek meg egy Imre Géza, hát az kiskanállal megeszi át, szóval az Nem lehet, hogy az is benne volt, hogy a sikernek köszönhető, hogy fiatalokkal, hogy utánpótlással készült a fiatalokkal, hogy azért kicsit gyorsabbak, erősebbek, hogy az Emese kicsit hozzásegített. De elfelejtsük, a junior fiúk ezek 1,90 magasak és 80 kilók, és azért ezek megintanak egy szúrást, akkor ott recseg, ropog a csont és a bőr. De ezt az Emese tűrte, és külön szeretném megköszönni a srácoknak. Hát nem tudom, nem kell itt név szerint őket, tudják, hogy kiről van szó. Meg úgyis elfelejtenék valakit, hogy rendelkezésre álltak akkor, amikor már mindenki ugye nyaralt, meg áztatta a lábát a Balatonba, akkor lejöttek Tatára velünk dolgozni. És hát rengeteg edzőtávol külföldön, amire szürke halandó azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy elmehet Spanyolországba edzőtáborba, vagy Houstonba edzőtáborba, de hát ott egy napi program az, hogy reggeli, beülne egy autóba, autókázni, mit tudom én, 3-4 órát az edzés színhelyéig, onnan 3-4 óra vissza ebédre, egy kicsi pihenő délután, akkor megint autó, megint edzés, megint vissza, és aztán vacsora és vége. Lehet, és ez egy hét. Ennyi mondjuk Houston, ennyit láttunk Houstonból, vagy ennyit láttunk. Miben különbözött egyébként a mostani olimpiára való felkészülés, mint az eddigi ebben? Hát ugye már Londonban is azért a Emese azért már kikiáltották, hogy London lesz az nem volt ilyen, az Emese nem volt ilyen, hogy mondjam, ilyen céltudatos, ilyen elszánt, ilyen és nem, egyszerűen annyira hitt a dologba, hogy az másoknak is hitet adott. Egyszerűen sugárzott belőle az, hogy én most ide megyek, és ha akármi történik, ha cigány gyerekesnek, akkor is megcsinálom. És ezt így is csinálta végig. Vajon ez hiányozhatott Imre Gézánál? Hát nem én vagyok a hivatott, meg az autentikus ezt eltölteni.
másképp dolgoztak, mert tehát láttam, hogy hogy készülnek, másképp készültek, egy-kettő, tehát a Géza az már csak nem fog megharagudni, azt mondom, hogy nem egy mai fiatal ember, úgyhogy neki tényleg másképp kell készülnie. De maga a versenyét végig láttam, az utolsó, elsaszott az utolsóig, és kifejezetten jól vívott. Tehát jó formával, nagyon összeszedetten, nagyon türelmesen, nagyon odafigyelve, és egy nagyon durva ágon. Hát azzal kezdődik, hogy a szobatársával, a bocekkal kellett ugye vívnia, már önmagában egy, igen, az olyan egy nagyon ronda dolog, egy borzasztó ronda dolog, hogy együtt össze vannak zárva éveken át, több mint 20-30 éve egy szobával laknak, minden gondolatukat ismerik, naponta vívnak egymással egy órát. Hát ezzel összekerülni egy olimpián, ezt nem kívánom senkinek, az rossz. Nyert, jó vívással nyert, tehát nem szerencsésen meg, hogy éppen hogy meg egy ilyen alibi vívással, jó vívással, utána megverte az ész gyereket, aki azt hiszem kétszeres világbajnok, utána megverte a Grümiét, egy francia srác, aki évek óta a világranglista torony magas vezetője, és ezt is megnyerte, szerintem megnyerte. Majdnem. Én szerintem is fantasztikusan vívott. De mi volt a vége? Az az egy másfél perc ott a végén. Ott ment el, igen. Én lehet, hogy le fogják szedni a fejemet, de hát engem nem érdek, én már senkitől nem félek. Na, az ennél a Jóistentől azért félek. De nem kapott elég segítséget szerintem. Nem az, hogy elég segítséget. Jó időben nem kapott valami segítséget kintről. Azt gondolom, hogy az ott meg kellett volna picit állítani. Valahogy szólni, hogy Géza, kösd be a cipődet, vagy kérj időt, mert fáj a kezed, vagy hát úgymond lehetett volna tördelni a játékot, ugye? Meg kellett volna szakítani az ellenfelet. Ez egyenesen a szakadék felé. Én a saját életemből tudok példát hozni, hogy hát még a világon sem voltatok akkor a mexikói olimpián, ugyanezt csináltam. Utolsó asszó, akkor körvívás volt még, és 3-1-re vezettem. Ha megjelenem, akkor én vagyok az olimpiai bajnok. És akkor én már láttam a himnusz, hallottam a himnusz, láttam magam a dobogó felső fokán, kezdtem ünnepelni magam, úgy kikaptam mind a húzat. Az volt a szerencse, hogy utána volt még egy lehetőség holtversenyt vívni, és akkor segítettek kintről, hogy szedd össze magad, nem jó, tessék váltani, hova rohansz, most már itt vagy 3 napja. Most. Lehet kiabálni ott? Ez egy kiabálós? Lehet, mindent lehet csinálni. Sport? Lehet, akkor rászólnak az ember a legfeljebb, hogy ne kérne szóljon, és akkor most mi van? Csapatversenyben azért még lesz lehetősége szerintem a Gézának. Kemény szülés lesz, lehet, persze, lehet. Én nagyon bízom bennük, mert ezek a srácok nagyon elszántak, nagyon komoly muskétások, és nagyon sok munka van bennük. Én meg vagyok győződve, hogy szép eredményt fognak. És hát Szilágyi Áronról is ejtsünk azért néhány szót. Nagyon büszkék vagyunk az Áronra, hogy sikerült hát a duplázás, mert egyébként egy 44 éves rekord dőlt most meg, illetve 44 év után sikerült ugye ismét duplázni olimpián. Én nem is tudom, hogy ki duplázott. Sportban. Hát ezt most jó én kérdés, sem tudom. Ugye pedig én azért ebben élek, de én valahol a Kovács Kárpáti Gerevics környékére tudok talán valakit tenni, nem biztos, hogy... És hát megtört a nagy átok, ami a sportolóknál volt, zászlót vitt, igen, sose nyer olimpiát, igen, és bizony, az Áron ezt az megcsinálta, az szóval a még ha ez is nyomta. Tényleg azokat mindig, jó, igen. Nem jó. Igen. Pedig hát ez mekkora dicsőség, hát ez hogy nagy... én vihetem a magyar csapat. De ez egy akkora mús volt már köztünk sportolók között, hogy hát már végén, úristen, nálunk is az, hogy a Pekingben a kamera Zoli vitte a társam, és mi nekünk Pekingben is úgy mentünk arra, hogy megcsináljuk, és ő vitte, nem jött össze, mondom, nem hiszem. Tényleg, szinte senkinek nagy átok. Igen, ez jó megfigyelés, igen. Hát én azt gondolom, hogy innentől kezdve semmilyen átokra, semmilyen ilyen babonára nem szabad figyelnünk, egyszerűen előre. Végezni a munkát és menni előre. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmunkatta a meghívásokat, és gratulálunk. És jó pihenést. Köszönjük. Hát lesz az is.